Itt a vendég. Hey. Hello, Viktor! Szevasz! Hogy vagy? És az mondjuk előnyt jelentett, hogy volt egy ikertestvérem? Mind a ketten ugyanabban a tantárgyból hülyék voltunk. De tényleg nem tudtunk cserélni. Mind a ketten rosszak voltunk a matekba, de mind a ketten jók voltunk a történelembe. Ezért nem tudtunk cserélni, soha. Az igen. Illetve amikor mi nőttünk fel az ikertestvéremmel, hát ilyen nagyon gebe vékonyak voltunk, ilyen, de már ez az anorexiás szintű vékony, és hát nem számítottunk olyan nagyon menő gyerekeknek. Na. Amikor megtudtad, hogy beteg, igen, akkor ki mondtál neked? Hogy derült ki? Emlékszem pontosan. Milyen érdekes, hogy az ember mindig a rosszra emlékszik, legalábbis én. Ez ilyen kristálytisztánban, így az emlékezetemben benne van. Az Árpád hídon vezettem, ez a Megasztár után volt nem sokkal. És hívott az apám, hogy hív fel a bent, mert hogy kórházban van. Én azt hittem autóbaleset, vagy nem tudom mi. Hát mondom, miért? Azt mondja, már kiderült, hogy rákja van. Na, van egy játék az első, a tétet kitalálhatjuk. Hát stílusosan Amerikából jöttem. Egy atléta vagy? Egy fitness tréner? Igen. Oké. Okay. Az igen. Egyébként egy lassabban kellett volna kitalálni, és akkor legalább 10 percethez kellett volna. Ha kint maradsz Amerikában, akkor szerinted nagyobb esélyed lett volna világkarrierbe futni? Egyáltalán nem. Nem tudom, hogy mit hozott volna a sors, de nekem az a gyanúm, hogy nem is foglalkoztam volna énekléssel. Tínézser korban már voltak olyan barátok, amikor már drogot árultak, mert annyira akarták a pénzt. Én szerintem szerintem egy sokkal rosszabb út lett volna, hogyha ott maradunk. Akkor lehet, hogy bűnöző leszel? Annyiszor eszembe jutottál egyébként, amikor azon dolgoztál, hogy megmentsd a házasságodat, megmentsd a családodat. Mert valakinek sikerül, valakinek nem, és gyakorlatilag a sírból te visszahoztad. Nem én hoztam vissza. Ketten hoztátok vissza? De ezt a kapcsolatot, ezt te szúrtad el? Lehet, így is felfogni. Voltak időszak, amikor egy kicsit túlzásba vittem a rockstar életet. Nem arra gondolva, hogy harmadik volt, hanem a bulizás. Hogy mondjam, én szerintem ez volt az én bűnöm. Beköltözve Hajdú Péterhez. Premier pénteken 19 órakor a Frisbee TV YouTube csatornán.